Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 24-ig. Hétfő. A hétfői nap felett a hold uralkodik. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mire kell odafigyelni a hétfői napon. Itt láthatóak az utak. Lehet, hogy találkozol valakivel, hiszen a sors utatok kereszteződik. Az utak jelentik a döntéseket is. Elgondolkozni azon, hogy jó úton haladsz-e, vagy kellene egy változás, hiszen most elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek lehetnek változások, munkahelyi változás, vagy a családi kapcsolatokban történnek változások. Lehet, hogy indítatok egy új irányt, egy új utat, és kihat a szerelmi élet területére, vagy őhoz döntéseket, hogy veled, vagy nélküled. Tehát itt az élet utakról és döntésekről van szó. A keddi nap felett Mars bolygó uralkodik, és megnézzük, hogy mi történik kedden, mire kellene odafigyelni. Itt látható ez a torony, ez sok mindent jelent. Például egy szemét, és ennek a külsejét, egy magas, sovány nő vagy férfi. A torony jelentheti azt is, hogy szeretnél kiépíteni, megnagyobbítani valamit. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. A torony kihathat az érzelmeidre is, amikor feszültségek vannak, vagy félelmek. Benne vagy ebben a toronyban, és ez olyan, mint egy labirintus. Keresel egy kiutat, keresel egy megoldást. Lehet, hogy van itt összefüggés, hiszen lesz változás, egy új irány, egy új út, vagy egy kiút ebből a labirintusból. A szerdai nap felett Merkur bolygó uralkodik, itt látható Merkur bolygó szimbóluma. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. A horgony jelentheti a párkapcsolatban a biztonság érzetét, ahol mindketten úgy érzitek, hogy itt le tudtok horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát vagy a hivatást is. Akkor a torony jelenthet egy nagyobb céget, vagy valaminek a kiépítését, és itt döntésekről, lehet, hogy egy új irányról, változásokról lesz szó. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Ez a hegy jelenthet hegyvidéket, egy kirándulást. Vagy jelenti a téli hónapokat, hogy a téli hónapokban lesznek ezek a változások. Nem biztos, hogy így a napokban, hanem kicsit késlekedik valami. De ez a hegyvidék jelenthet még valami mást, és az ölhideg, rideg tartását. Ez olyan, mint egy szikla, hogy nem mutatja ki az érzelmeit, holott útban van hozzád, és tudja azt, hogy nálad le tud horgonyozni. Lehet, hogy itt még vannak ilyen nehézségek, korlátozások, amire ez a torony is utalhat. Amit a hegy még jelent, a problémák, a nehézségek, ezek a gondolatok, és emiatt fogva érzed magad ebben a toronyban, mint egy labirintusban. Ezek lehetnek munkahelyi problémák is. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ezen a napon eléri a nap a téli pontot, és ezen a napon tartok egy nagy szertartást, amire jelentkezhetsz. Itt arról lesz majd szó, hogy legyen változás, hogy a fény, a nap fény,
fény, ez az öröm beköszöntsön az életünkbe. Mi történik a pénteki napon? A halak jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, de jelentetik a belső értékeket is. Tehát az anyagiak, a munka, az értékek, ez áll itt most a középpontban. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt megvan arra a remény, hogy legyen egy új irány, hogy legyen bevétel és siker a munkahelyen, a párkapcsolatban, hogy meglegyen a bizalom, hogy meglegyen egy stabil párkapcsolat, ahol le tudtok horgonyozni. Ez a kép jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, a megújulásokat. Itt van a remény is erre. A kígyó lehet egy nő is, és ez a nő útban van hozzád. Ez lehet egy külföldi kapcsolat. Lehet, hogy szeretne téged meglátogatni. Az is lehet, hogy ez a hölgy egy kolléganő. Tehát, ha összefoglalom, itt lesznek találkozások, változások, döntések, ez lehet egy hivatalos ügy, vagy a munkát illetően, itt egy nagyobb cég, de vannak azért még nehézségek, különösen ami az anyagiakat illeti, de megvan a remény, hogy legyen gyógyulás, javuljon a helyzet az anyagiak terén is. Itt ez a kártya lehet egy utazás, egy meghívás, vagy egy hölgy útban van hozzád. Amit a két kártya még jelenthet, mellékutak, hogy valaki mellékutakon közeledik hozzád, vagy így lesz egy munkahelyi változás. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!